Szeretettel köszöntelek benneteket. Engem Ciráki Katalin Virágnak hívnak, és a Nordic Verden macskatenyésztőnek a tenyésztője vagyok. Ebben a videóban pedig kérdésekre fogok válaszolni, amiket tőletek kaptunk. Veronika írta nekünk, hogy hogy vagyunk, ugye rendbe jött a kezem, és hogy pusztantás az összes szépséges cicáknak. Ezután is köszönjük szépen. Igen, igen, ahogy mondtam már az előző kérdésre válaszolva, és tényleg ezt nagyon sokan kérdeztétek. Nagy Péter István is például, Kovács Klári, de nagyon kedves rajongóink mind, akiknek a neve abszolút ismerős nekem már a kommentekből, úgyhogy igen, köszönöm szépen, rendbe jött a kezem. Egyébként van egy alapvető probléma a kezemmel, ami egy másik betegségből ered. Ez okoz nehézséget, elég nehezen csavarok le nehéz dolgokat, vagy nem nagyon tudom jól írásra használni a kezemet, de ez egy más jellegű dologból adódik. Egy olyan betegség, ami végigkísér az életemen valószínűleg, de maga a sérülés abból igen, abból meggyógyultam. Köszönöm szépen. Todd Bognár Borcsa kérdése. Jól látom, hogy egymás piciéit szoptatják? Lehet tudni, hogy Jennyvel mi volt a baj? Te tudtál aludni? Köszönöm szépen, Borcsa. Szerintem nagyjából amúgy közben meg is beszéltük veled ezeket a dolgokat. Szerintem Borcsát amúgy azért foglalkoztatják ezek a kérdések, mert hogy ő újszülöttekkel foglalkozik, és ugyan érdekes lehet látni a párhuzamot, hogy a cicáknál ez hogy működik. Igen, a cicák abszolút elfogadják a másik kölykeit, egy teljesen idegen kis cicát beteszel, ugyanúgy fogja gondozni és szoptatni, és nem fogja magától úgymond eldobni, és felneveli minden gond nélkül. Úgyhogy ez fantasztikus dolog, és pont Borcsa utána írta is nekem, hogy ez régen az embereknél is volt ilyen közösségi szoptatás, amikor ugyanúgy foglalkoztak, törődtek a másik gyerekével. Ez nagyon érdekes dolog, hogy ez így működik. Amúgy nem tudom, hogy a természetben, a vadonban ez hogy működik. Érdekes lesz, szerintem majd megpróbálok utána olvasni, mert ez egy érdekes téma. De így tenyészetben nálunk, tehát ezt mindig mondom, nálunk, nem tudom másik tenyészetekben, vagy más fajtáknál mi a helyzet ezzel kapcsolatban, de nálunk abszolút szopisztatják egymás kölykeit. És hogy Jennyvel mi volt a baj? Jenny szülését le fogom majd írni. A blogon keressétek majd, de úgy is kirakom, amikor meg lesz. Úgyhogy ezt most annyira nem részletezném, hogy utána pontosan mi történt Jennyvel, ugye a nehéz szülést követően egy pár nappal vittük mi két cicánkat a Bécsi reptérre, mert utaztak el Portugáliába tenyész cicának, és hát soha jobbkor, amikor van két friss almod, és rábíztuk ugye Pankára, a lányunkra az egész tenyészetet. És előtt a nap derült ki, hogy minél nem eszik, tehát hogy etetni kell, és akkor még jött az is, hogy mielőtt indultunk volna, körülbelül egy fél órával láttam azt, hogy Jenny nem tud felkelni. Éjszaka még semmi baj nem volt egyébként, tehát ugye én ott voltam és figyeltem, és este sem, viszont reggel nem tudott lábra állni, nagyon-nagyon remegett, és nagyon-nagyon rosszul érezte magát, úgyhogy ez egy elég meredek helyzet volt egy anyamacskánál, ugye szerencse, hogy ott volt mellett a Nejeli, tehát hogy a picikrek, a gondoskodás az rendben volt, de hogy pont egy olyan indulásnál, amikor nem késed el, mert oda kell érned a reptérre, és akkor a baj van az anyamacskáddal, ez egy elég komoly helyzet. Gyorsan felhívtam Esztert, hogy most ülök autóba, és bárki is van nála, engem engedjen be, nem szoktunk egyébként ilyet kérni. De ez egy olyan dolog volt, amikor nem volt időnk, és az anyamacskának az állapota sem adott lehetőséget arra, hogy várjunk. Úgyhogy gyorsan robogtam az Eszterhez, aki megnézte Jennyt, megvizsgálta, nagyon magas láza volt, más nem látszott rajta, tehát mi arra gondoltunk, hogy a nehéz szülésnek a következményeként jött létre nála valószínűleg valamilyen gyulladás, vagy esetleg valami más betegség. Azért gondolunk inkább a szülés következményére, nem pedig más betegség, mert senki más, hál' Istennek, nem lett beteg. Úgyhogy
Hát igen, ez nem volt könnyű. Jenny nyilván azért a lázcsillapító, meg a fájdalomcsillapító injekciótól jobban lett, amikor hazahoztuk, és amikor elindultunk, akkor már egy kicsit jobb állapotban volt. Nagyon nehéz volt őt így itt hagyni, szegény pankára, tehát nem volt neki elég, hogy figyelje a 10 kicsit, etesse Minit 2 óránként, és még figyeljen Jennyre is, fogadja ugye az állatorvosunkat, aki természetesen jött ki hozzánk, addig is, amíg nem érkeztünk haza, hogy megvizsgálja és ellássa Jenny-t, hiszen nem voltam itthon én, aki tudtam volna lázat mérni és folyamatosan információval szolgálni az állapota felől. Úgyhogy az a szerencsénk, hogy olyan fantasztikus orvosunk van, aki az ilyen helyzetekben abszolút nem csak minden helyzetben támogat minket, de hogy ilyen helyzetekben számíthatunk rá, és nem hagy minket magunkra, és ide jön házhoz, és elvégzi helyettem is azt, ami az én dolgom lett volna, ha éppen itthon tudok lenni. Úgyhogy igen, ez egy hosszú és nehéz nap volt. Nejeli beszélget a picikkel. Szóval egy hosszú és nehéz nap volt, mire hazaértünk, de szerencsére minden rendben ment, és azért estére már Jenny sokkal jobban nézett ki, jobb formában volt, és egy pár nap alatt felgyógyult, bár még sokat pihent. Úgyhogy köszönjük szépen, jól volt. Hát én akkor nem nagyon tudtam aludni. Nem csak emiatt, hanem ugye méhnéltetése miatt sem, amit egyébként több mint 5 hétig csináltam. De most már igen, most már szerencsére van néhány óra, amit alvással töltök, és próbálom kipihenni magam a következő almok érkezéséig. Szabina, Vigát Szabina kérdezi tőlünk. Az 5 éves Pepben van egy cicus tőletek. Az előjegyzést mikor érdemes megtenni? A másik, van egy házi cicusunk a nagy nap részét, újra, tehát a napnak a nagy részét bent tölti, de ki is jár. Így milyen feltételekkel hozhatunk tőletek cicát? Az idei évre pedig minden szépet és jót kívánok nektek. Először is köszönjük szépen a jó kívánságokat, így legyen. Abszolút pozitívan nézünk a 2021-es évünk elébe. Reméljük, hogy tényleg egy nagyon szép év áll előttünk. Ha az 5 éves tervben van benne az, hogy cicát szeretnél tőlünk, mikor érdemes feliratkozni? Hát igazából feliratkozhat most is, tehát, hogy én abszolút, nekem nem probléma abban a listában kezelni a te nevedet, és mellé írni azt, hogy 5 év múlva szeretnél cicát, reméljük, hogy működni fogunk még akkor, legalábbis az a tervünk, hogyha a hazai helyzetek ezt lehetővé teszik, hogy működhessünk ebben az országban, mint tenyészet tovább. Bármikor feliratkozhatsz most is, de hogyha várnál vele, mert az 5 év az olyan hosszú, akkor nyugodtan várjál, viszont mindenképpen azt tanácsolom, hogy körülbelül azért egy másfél évvel, mielőtt szeretnéd a cicát, érdemes feliratkozni. Nem tudom, hogy akkor mennyi aktív nőstényünk lesz. Ugye most van 8 nőstény cicánk aktív, de közülük már 2 idősebb, a többiek is viszonylag közel vannak korban egymáshoz, úgyhogy nem tudom még, hogy abban az időszakban, amikor ezt szeretnéd, mennyire lesz majd aktív a tenyésztetünk. Remélhetőleg az lesz, de hát bármi megtörténhet, azért az 5 év az elég hosszú. A másik kérdés, hogyha van kijárós cicátok. Nekünk is van egy kijárós cicánk, ami lehet, hogy ilyen óriási szentségtörésnek hangzik, mint tenyésztet. Van nekünk egy mentett cicánk, Tigris, és bent alszik, amúgy ő is sokat van bent az előszobában. És aztán pedig kijár a szomszéd telkeknél, mozog, de ugye mindenki tudja, hogy mi itt lakunk fönt egy zsákutcában, a hegytetőn egy nagyon biztonságos környék, és szerencsére egy ivartalan cica, meg ami is nagyon nyugodt, tehát hogy nem mászkál el, soha nem volt még vele, konkrétan semmi baj nem volt még az egészségével és semmivel. Az, hogy mégsem jön be a norvégök közé, ennek két oka van, és az egyik az, hogy mi egy tenyészet vagyunk, és attól függetlenül, hogy nagyon egészséges cica, bármikor bármit behozhat magával a tenyészetbe, amit szeretnénk elkerülni. Ami lehet, hogy nálatok, majd egy cicánál ez nem egy akkora kardinális probléma, és hogyha esetleg bővebb oltásokat kap, és betartotok egy-két
elővigyázatosságot, akkor valószínűleg semmi gond nem lesz az égvilágon, de egy tenyésztet azért más, tehát itt mindig vannak kis pici védetlen cicák, akik még oltatlanok, vemhes cicák vannak, illetve ugye sok cica van együtt, ilyenkor nagyon könnyen elkaphatják egymástól, hogyha valami bekerül ide, úgyhogy ez az egyik oka, hogy tigris nem él együtt a cicáinkkal, és a másik oka pedig az, hogy ki nem állhatja őket. Tehát, hogy sajnos tigris egy olyan cica, hogy nagyon szereti a kutyáinkat, az embereket így, hát vagy rombol, vagy harap, de más macskákat egyszerűen nem fogad el, sajnos. Úgyhogy remélhetőleg a ti cicátok nem ilyen, és vidáman befogadja majd a norvég erdejét, akkor majd meg fogjuk beszélni azt, hogy én milyen oltásokat, vagy milyen szűrést javaslok ahhoz, hogy bekerülhessen oda egy norvég erdei, de nem fogjuk kényszeríteni a cicátokat arra, hogy nem mehessen ki többet. Azt meg, hogy a norvég erdeinek hogy lesz, azt arról majd külön beszélünk. Márkos Krisztina, szintén régi kedves rajongónk, nagyon sokszor találkozom az ön nevével, és ezúton is köszönöm, hogy követ minket és szereti a cicáinkat. Ő írta a következőt. Sok szomorúság is volt az évben, ugye gondol itt a 2020-as évünkre. Azt mondta, egyszer majd megírod, ez így lesz, meg fogom írni. Biztosan eljön annak is az ideje. Most csak annyit írj, hogy ugye rendben vagytok. Minden nap gondolok rátok, cicástól, kutyástól, gazdistól. Hát ez nagyon-nagyon kedves. Szépen köszönjük ezeket a kedves sorokat és az érdeklődést. Igen, rendben vagyunk. Fáradtan, de abszolút rendben, és most már egy kicsit talán kevésbé fáradtam, mint egy-két héttel ezelőtt, amikor még éjszakáznom kellett, és éjjel úgy eltettem éjjel-nappal minnit. Most már szerencsére gyönyörűen eszik, és nincsen ezzel probléma. Úgyhogy köszönjük szépen, igen, jól vagyunk, és fogok írni majd a veszteségeinkről. Amint úgy érzem, hogy tudok már írni róla, nem volt könnyű ez a 2020-as évünk. De igazából azon gondolkoztam, és most már arra vagyok felkészülve lelkileg, mint tenyésztő, hogy nem feltétlenül lesz egyik évünk sem könnyebb. Annyi cicánk van már, hogy könnyedén megtörténhető. Elég sok dolog velük. Közben egy kis picit itt van a lábamnál. Úgyhogy igazából, aki ennyi állattal dolgozik, ott már fel kell készülni sajnos arra, hogy nehéz dolgok is megtörténhetnek. Persze nagyon igyekszünk, nagyon figyelünk, és próbálunk nagyon biztonságos körülményeket és életet teremteni a cicáknak, de hát néha így is sajnos jöhet egy betegség vagy baleset, és megtörténhetnek dolgok. Úgyhogy tényleg írni fogok ezekről. Nagyon szépen köszönöm a rám gondolást, vagy a ránk gondolást, nagyon sokat jelent.